Bár plusz források szükségesek, szeptember közepére várhatóan befejezik a szekszárdi bölcsöde felújítását, hangzott el a szekszárdi közgyűlés gazdasági és pénzügyi bizottságának legutóbbi ülésén. A kivitelező azért nem tudja átadni az épületet júliusi határidőre, mert az intézmény udvarán az ivóvíz és szennyvíz hálózat kiépítésével, illetve az épületek játékok megépítésével addig nem végeznek. Nem volt teljes körű a tervkészítés, és ennek hangot is adott a bizottság, de ezt a végül kiderült, hogy erre egy pályázati keret van, tartalékkeret, hogy mégiscsak nem teljes terülből, most átmenetileg ezt a 4 milliót a városnak kell biztosítani. A bizottság tagjai nem tartották indokoltnak a Boruca és Ányaszurdi kereszteződés forgalmi rendjének módosítását, ezért azt nem támogatták. Ám a bokrok, sövények lenyírását irányozták elő, itt és a város több pontján, hogy beláthatóvá váljon minden kereszteződés. Felkértük a városi szemléltetést. Nem csak itt, hanem a városban minden olyan helyen, ahol a közlekedési táblákat takarja, fa, vagy bokor, vagy cserje, vagy bármi, akkor ezt vizsgálják fölül, és láthatóvá tegyék az útkereszteződéseket. A Napfény utcában lakók pedig sebességcsökkentő fekvőrendőr létrehozására tettek javaslatot. Ezt azért kérték, mert szerintük jóval nagyobb most a forgalom, mint évekkel ezelőtt, és sokan jóval gyorsabban hajtanak az utcában, mint amennyivel lehetne, ami így baleset veszélyes, továbbá az út nem ekkora terhelésre lett tervezve. Ezt a kérelmet sem támogatta a bizottság, viszont egy műszaki terv készítését megszavazta, így a szakemberek hamarosan megvizsgálják, miként lehetne módosítani az utca forgalmi rendjét. A bizottsági ülésen döntöttek arról is, hogy a középiskolások menzadíját 7%-kal megemelik. Az áremelésre a szolgáltató szerint a magasabb élelmiszer árak miatt van szükség.